Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmes jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Itt ezek a kártyák mutatják, mit történik a pénteki napon. Ez a ház utal a biztonság érzésére, vagy arra, hogy ti összeköltöztök. Ez a terv. Itt a kelyhek, azok mutatják a víz elemét, tehát érzelmekről van szó. Egy stabil párkapcsolat. De mivel itt ez a ház, ez az ingatlan látható, az lehet itt egy szerződés is, és akkor a kelyhek arra utalnak, hogy hallgassatok az érzésekre, a belső hangotokra, és ha ez a belső hang egy igent mond, akkor aláírhatjátok ezt a szerződést. De ne siessétek el a döntéseket, mert jelen pillanatban még minden úgy a feje tetejére állt, minden olyan bizonytalan, és érzitek ezt a belső feszültséget, vagy kerestek itt egy kiútat. Az is lehet, hogy ez nem titeket érint, hanem ezt a férfit, számára kell a saját helyzetéből jelenleg egy kiút. És ez idő kérdése. A cél viszont az, hogy együtt éljetek és összeköltözzetek. Szombat. Itt ezek a kártyák mutatják, hogy mi történik a szombati napon. Ez a bot a tűz elemét jelenti. Itt lesz egy új irány, ami benneteket lelkesíteni fog. Van egy kiút. Lesznek itt kisebb változások, még kicsi korlátozások, de ezen át tudjátok tenni magatokat. Ez a kép a múltra utal. Tehát ezek az akadályok nem is a jelennel, hanem a múlttal állnak összefüggésben. Amiben bízhattok, az a ti megjelenésetek, fellépésetek, a ti kisugárzásotok. Ez itt egy nagy előny. Vasárnap. Itt ezek a kártyák mutatják azt, hogy mi várható a vasárnapi napon. Itt az érmék a pénzügyi dolgokra utalnak. Ez úgy össze-vissza van. Itt valamit rendbe kell, hogy tegyünk. Az érmék mutatják a munkahelyi dolgokat is. Itt úgy minden össze-vissza van, ez egy káosz. Nem tudja a bal kéz, hogy mit tesz a jobb kéz. Itt rendbe kell tenni a dolgokat. Lesz egy közeledés a szerelmi élet területén, de a hármas szám zavar valamit. Vagy van egy harmadik személy a háttérben, vagy vannak félelmek, és át kell tegyük magunkat ezeken a félelmeken. Ami még fontos, amit mi hölgyek nem látunk, hogy ez a férfi figyel bennünket. Mivel itt az érmékről van szó, az lehet a munkahelyen. De az érmék jelentik az értékeket is, és mi értékesek vagyunk, mert így tekint ránk a háttérben ez a férfi. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!